Egy főigazgatót is kineveztek Palkovics László mellé a Fudan Hungary Egyetemért alapítványhoz. A Jobbik szerint ez annak fényében különösen meglepő húzás, hogy a Fidesz azt állította, népszavazás dönt majd a kínai egyetemről. A stúdióban Brenner Koloman. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A furcsa történetben igazából nem is az, hogy még nincs egyetem, de már van alapítvány, hanem az, hogy azt állította a kormány és felelős emberek, hogy 24-ig itt kapavágás nem lesz, mert előbb még népszavazás is lesz arról, hogy egyáltalán legyen-e Fudan egyetem. Ezt elfogadták, ezt a fővárosi felvetést kormányzati szinten, akkor minek kell alapítvány és hozzárendelt pénzek, meg felelősségek? Hát és én jól emlékszem a parlamenti végszavazásra is, úgyis, mint a néppárti Jobbik vezérszónok, amikor az egész törvénycsomagot ugye jóvá hagytuk. Arra is emlékszem, hogy államtitkár úr, mert hogy Palkovics miniszter úr ilyenkor valahogy nem találja meg a helyét a parlamenti patkóban, amikor ilyen kicsit nehezebb kérdésekről van szó. Tehát amikor államtitkár úr elmondta, hogy ez igenis lesz egy nagy egyetem, 6-8 ezer hallgatóval, 5-6 karral, minden remek lesz, és minden fel fog virágozni a magyar felsőoktatásban. Majd aztán valóban beindult ez a fajta kommunikációja a Fidesznek, hogy ó, hát persze mi majd elfogadjuk azt, amit a budapestiek döntenek, vagy akár országos népszavazás is lehet ugye ebből. És azt látjuk viszont ezzel a kinevezéssel is, hogy egyrészt felháborító módon miniszter úr önmagát kinevezi egy kuratórium elnökének, tehát ez egy tisztességesen működő polgári demokráciában, hogy is mondjam, meglehetősen furcsa már eleve, és akkor most pedig létrehoznak ráadásul egy új pozíciót, egy főigazgató új pozíciót, amit értelmezni sem nagyon lehet, mint volt egyetemi vezető, mondom ezt, hogy gyakorlatilag létrehoztak egy teljesen új funkciót, amely a többi ilyen alapítványi fenntartású egyetemnél nincsen. Azt látjuk, hogy minek? Ugye Bertelné dr. Bényi Krisztina oktatás politikai múltját, vagy éppen az oktatási életben betöltött szerepét nem ismerjük korábbról. Hát így van, nincs ebbéli tapasztalata, ha jól láttam az önéletrajzában a különböző stációit az ő karrierjének. Tehát ebből is látszik, hogy ez inkább valószínűleg egy ilyen további előkészítő lépés, és nem tudjuk, hogy miért. Egy valamit tudunk, ebből a magyar adófizető polgárok pénzéből már most odaadtunk ugye egy nagyon komoly ingatlan vagyont, több mint 13 milliárdos ingatlan vagyont ugye odaadtunk ennek a Fudan Egyetemi Kampusznak. Ugye ezen vitatkozik a főváros a kormánnyal. Így van, meg hogy ez a terület ez az egyetemváros területe lenne. Meg a diákvárossal szemben, így van, jelzem a diákvárossal kapcsolatban, ismételten az a legtragikusabb, miközben az egyetemisták Pesten, ugye különösen a mondjuk szegényebb sorból származó egyetemisták számára megfizethetetlenül magas albérletárak mellett nagyon fontos lenne az a diákváros fejlesztése. Ezzel kapcsolatban egy kapavágás nem történt. Hosszú évek óta zajlik ezzel a kapcsolatban akár a hallgatói önkormányzatokkal egy tárgyalás a kormány részéről, akár a helyi polgármesterrel, és semmi nem történik azóta sem. Bezzeg a Fudannál kineveznek egy főigazgató. Jó, erre most azt mondanám, hogy addig jó, amíg nincs kapavágás a területen, mert most ugye az lenne a fontosabb nyilván a kormány számára, hogy az egyetem kezdjen el működni vagy épülni, és nem annyira a diákváros, ami a főváros számára lenne elsődleges. Ugye ez a vita lényege. Az, hogy kinevezték a hölgyet egy alapítvány főigazgatójának, az jelenti azt, hogy valamit azon túl, hogy őt kinevezték, akar a kormány? Ezt nem látszik ennek jele? Ennek nem látszik jele. Eleve ugye egy alapítványt úgy létrehozni, hogy mögötte még nincs egyetem, már olyan szempontból, hogy nincs működő egyetem, hiszen még csak most akarják majd megépíteni, eleve nagyon furcsa. Tehát eleve ellentmond annak a kommunikációnak, amiről az elején beszéltünk, szerkesztő úr, hogy ó, hát itt mi meghajlunk a népszavazásnak az eredménye előtt. Hát ez nagyon nem efelé mutató jel volt már magának a kuratóriumnak és az alapítványnak a létrehozása sem. És egy ilyen kinevezés pedig csak annyit jelent, hogy itt valami készül, nem tudjuk, rossz lesz a magyar polgároknak, és rossz lesz a magyar egyetemi világnak. Mindeközben 145 ezer nettót keres egy egyetemi tanársegéd továbbra is, és nemrég jött ki egy a sajtó széles nyilvánosságára is, ugye látnivaló összehasonlítás. Hát a román, a szlovén, a stb. Egyetemi oktatói kollégáink nevetnek rajtunk szerkesztő. Hát az Unióban nincs senki, akit egyetemi szinten ilyen rosszul fizetnének. Arról egy mondat erejéig mi a véleményei lesz koreai egyetem is Magyarországon?
A koreai egyetemi projektek kapcsolatban részteket nem ismerek, alapvetően úgyis, mint a magyar dél-koreai baráti tagozat oszlopos tagja. Na hát jótól kérdezem. Egyébként valószínűleg egy koreai egyetemmel kapcsolatban, amely dimenzióiban teljesen más, egy kis egyetem lesz, ezzel semmilyen probléma nincs az én még nem ismervén a részteket véleményem szerint, hiszen a Fudannal is ugye nem az a baj, hogy egy nemzetközi egyetemet idehoznak. Az a legnagyobb baj, hogy nem a heidelbergi, vagy a egyéb olyan, vagy a bécsi, vagy egyéb egyetem kerül ide, ahol nagyon jól lehetne együttműködni, hanem az a baj, hogy a kivéreztetett magyar felsőoktatásra ráengednek egy hatalmas, 10.000 eurós havi fizetéssel megfizetett nemzetközi professzori karral. Hát a feltételek és a körülmények, amiről már annyit beszéltünk, és még fogunk is valószínűleg. Brenner Koloman, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek meg köszönöm a figyelmet, annyira jól tudják már, hogy milyen szerintem nagyon sokan eleve azért ülnek a tévé előtt, hogy szurkoljanak, el lehet kezdeni, jön a géniusz mindjárt. Aztán híradó is lesz az a tévében, én pedig holnap este várom önöket. Szép estét, viszontlátásra!